Sziasztok! A heti szakaszban, a Bahárban van egy fontos előírás, ami úgy szól, et kaspecha loti tenlo benesek. Pénzedet ne add neki kamatra, és uzsorára ne add élelmiszeredet. Vagyis nem szabad kölcsön adni egy másik zsidónak kamatra. Nem szabad felszámolni kamatot, ingyen kell adni. De felmerül a kérdés, miért? Miért van az, hogy lehet bérben adni egy lakást, és keresni rajta, lehet eladni krumplit és keresni rajta, de nem lehet bérben adni pénzt és keresni rajta. Miért? Egyik válasz erre az, hogy nagyon-nagyon veszélyes az, amikor az ember azt hiszi, hogy ő képes, ő független. Ő képes üzletelni, ő képes intézkedni, amelyikről az Isten segítsége legyen. Most, bármilyen üzlet, bármiben próbál az ember pénzt keresni, kell, hogy legyen ott valami siker. Minimum az, hogy egy üzletet nyitunk, legyen vevő. Ha a vevő be fog jönni, valamit vásárolni, akkor már lehet rajta valamilyen haszon. De ha nem jön vevő, akkor semmi. Pénz esetében az ember kamatra adja, hogy lényegében ez olyan biztos üzlet, hogy itt van a pénz, ő átveszi, 10-ből lesz 11, 15-ből lesz 20, és nincs szükség az isteni segítségre, az ember teljesen független. Ez nagyon-nagyon nagyon veszélyes dolog, mert tudunk nagyon jól, hogy az Isten áldása nélkül semmi nem lesz. Ezért azt mondta az Isten, hogy abban az esetben, amikor maga a pénz nincs veszélyben, egy másik zsidónak adott, és bízol benned, vissza fogod kapni, akkor lényegében az magától megy az üzlet, és biztos remész. Az nem lehet. Minden dologba úgy kell tenni, hogy az ember érezzen, hogy szüksége van Isten segítségére, és forduljon Istenhez, és kérjen az ő segítsége. Köszönöm szépen, good job, ezt kívánok mindenkinek, és még egyszer szeretném emlékeztetni, hogy vasárnap lesz Lágba Omer, az Omer 33. napján, ami egy örömnap, és többek között akkor a Vasvári Zsinagóga udvarában lesz egy tábortűz délután 1-kor, vagyis 13 órakor, mindenkit szeretettel várunk, lesz ott finom étel, zene, éneklés, beszélgetés a kabbaláról, és attól mindenkit szeretetlen várunk, hogy csáv ezt kívánok.